azért dolgozunk, hajdunálás ismertsége növekedjen a városban, valamikor szolgáltatások is különböző közfoglalkoztatásban dolgozzanak. De szerintem egy nagyon fontos szociálpolitikai eszköz. Ezt én április 11-e után vettem minden terményünk, most már bio minősítésű termék. És tehát mi vagyunk az az egyetlen város, akinek ha valaki kimegy a piacára, bio terméket tud konvencionális áron vásárolni. Hogy a közétkeztetésben igyekszünk minél több bio terméket bevinni. Ennek a logikája, és ebben nem az üzletet keresünk, hanem azt a társadalmi felelősségvállalást, amivel tartozunk el ehhez a közösséghez. Én gondolom, hogy 100%-ban a most már ökológiai tudatosságból, illetve a kedves kertből kapunk. Van például egy olyan termelőnk, akinek megszűnt a munkahelye, és volt egy kis szőlőföldje, és nem tudott mit kezdeni, elkezdte művelni, és mára-már ez a termelő zöldséget, gyümölcsöt termel, késztermékeket állít elő, és nagyon szeretik a termékeket. Meghelyeztem, vagy igyekszem persze részt venni egy-egy ilyen alkalmon, de nagyon nehéz úgy, hogy ugye ilyenkor például egy újságíró, hogy nem a cikkeket írjuk, nem tárgyalunk, nem meetingelünk, stb. Tulajdonképpen egy picit egy jobb is a vízünk, mint a szokottó vízbi, de ugyanaz a 1000 méteres vízréteg nagyon szeretik egyébként a mozgásszervés betegségek kezelésére, reumás betegségek kezelésére, pikkely sömörre. Ez egy kezelő cső tulajdonképpen. Igen, azon keresztül jön, vagy pedig valami masszázs, vízasszi masszázs. Jó, hát nagyon jó, én nagyon szeretem. Két bár környékén, és az egész bőrfeledet átmasszírozzák. Vérkeringési javító, regeneráló. Gyógyvízzel van töltve, nem merenített városi víz. Úgyhogy a klór nem fogja kérni senkinek a bőrét. Fontos. Sziasztok, viszlát, sziasztok! Ez egy meglévő épület volt már, és úgy alakítottuk át, hogy megfelelő legyen a zöldségfeldolgozásra, és valamilyen szinten a vízfeldolgozásra is. Ezt úgy kell elképzelni, ezt az épületet, hogy ez egy tanműhely volt, hogy még ki tudja még, hogy mit csináltak itt régebben, és azért elég egy átalakuláson esett át, hogy egy feldolgozó üzem legyen belőle. Csak ilyet szoktunk menni. Mondom, 3-4-et szoktunk beletenni egyszerre. Akkor ezt fordítani, hogy tudjuk, hogy ez semmi, hát ez magából az. A program első évében 1 millió forintot különített el rá az önkormányzat. És nagyon-nagyon... Ez ahol szeretném bemutatni Buczko József képviselő úrat, a múzeum igazgatóját, aki helytörténész lévén minden ilyen város múltjával és mindenfajta egyéb ilyen történelmi kérdésben tud nektek segíteni, és nagyon-nagyon szívesen áll rendelkezésetekre. Ők is hogy örülnek a gágán? Tekintettel arra, hogy mindaz, amit itt önök látnak, ha körültekintenek, és amit majd tapasztalnak, ez igazából egy picit visszaálmodása annak, ami egyébként ezen a helyen pontosan 100 esztendőn keresztül zajlott, hiszen ebben az évben éppen 100 esztendője annak, hogy itt többek között abban az épületben is létrehozták a település első apa állatgondozó telepét. Tekintettel arra, hogy ennek a városnak, mint a hajdú városoknak általában, óriási magyar marha állománya volt. A Martinek család egy is leszámolt, hogy készítette, nagy festő, de nagyon szépen megalkotta ezt a képet, elbeszélések alapján, neki az édesapja és a nagy egyetlen szakértes. Most is ez a kérdés, hogy 30-an. Szívesen adok egy könyvet.